Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Bubla Zoltán, ingatlan szakértő. Szeretettel köszöntelek, szia Zoli. Szervusz Kata. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, mert nagyon érdekes az az időszak, amit most élünk így az ingatlan piac szempontjából. Mindig, amikor itt vagy, akkor azt mondjuk, hogy na, most már úgy jó lesz, meg ilyen még nem volt, tehát hogy mindig nagy változások vannak, azt gondolom, mióta a Covid az betört az országunkba, vagy hát így a világba, és most mindig bizakodtunk valamiben, hogy most akkor tavasz lesz, vagy nyár lesz, és akkor ősz lesz, és akkor elindul valami. És ahogy így olvasni a híreket, azt lehet olvasni az ingatlan piacról, hogy sajnos az a felfele törekvés, ami sokáig képviseltette magát itt a piacon, az nincsen. Ti hogy látjátok? Mosonmagyaróvár mindig egy különleges helyet képvisel, de most hogy vagyunk mi az országos viszonylathoz képest? Igen, Mosonmagyaróvár a földrajzi elhelyezkedése miatt egy picit más piacot képvisel, de azért nagy hatással van persze az országos piac is erre, tehát ide kihat. Ugyanazok a tényezők azért mozgatják, mint máshol. És így van, eltűntek, vagy nagyon háttérbe szorultak azok a vásárlók, akik befektetésnek vásároltak lakást. Tudjuk, hogy a piaci kamatozású hitelek elég magasan vannak, most már szépen mennek visszafelé, de még mindig majdnem duplája annak, mint ami volt mondjuk pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ezért mindenki kivár, vagy nem szeretne eladni ingatlant, és vagy nem szeretne vásárolni még ingatlant. A másik oldalon viszont az eladók részéről ott nagyjából ugyanaz a szám megmaradt, mint korábban, mert ugye ezek élethelyzetek, hogy miért kell eladnunk. Megürülsedett egy lakás vagy egy ház, nőtt a család, váltak esetleg az emberek, ez nagyjából ugyanaz a szám megmaradt, ezért nagyon felgyűltek az eladó ingatlanok. Ugye azt mondják, hogy aki most elad, az ha nem horroráron adja el, akkor nem jár jól, így aztán a vevők meg rosszul járnak. Tehát, hogy ezért van most ez a kis kivárás, hogy nem méri meg gyakorlatilag. Igen, látjuk, hogy sokkal hosszabb átlagosan egy ingatlannak az értékesítési ideje, akár ezek hónapok és évek is lehetnek, de nagyon fontos egyébként, hogy jól árazzák be az eladók az ingatlant, mert ha egy bizonyos kategóriában van esetlegesen több száz olyan típusú ingatlan a piacon, akkor biztos, hogy egy magas árkategóriában sokkal nehezebb lesz eladni. Hát most már, ha bárki bármit vesz, annyira jó keresők vannak egyébként, ezek az internetes keresők is, meg minden, hogy simán beüti, hogy akkor ez a hasonló kategória, hogy mint, tehát, hogy látják az emberek, hogy ha csak nem abban a házban, Zsuzsik néni mellett akarom megvenni azt az ingatlant, mert nekem az fontos, hanem igazából mindegy, hogy a város melyik részén egy hasonlót, akkor azért be lehet lőni, hogy na akkor az másfél millióval kevesebb, akkor még ha kicsit tudok belőle alkudni, ugye a jó magyar mentalitás szerint, akkor még akár lehet 2 millióval is kevesebb, tehát azért tájékozottabbak az emberek is. Igen, ez is igaz, de az is igaz, hogy egy profi hirdetés mindig jobb, mint egy olyan, aki még nem csinált ilyet, és valahogy felrakja oda a hirdetését. Biztos, hogy sokkal több mindent tud nyújtani egy olyan hirdetés, amit egy szakember vagy egy tapasztalt. Sokat mondóbb annak, aki szeretne vásárolni, így van, ugye? Így van, és annak fontos, aki a sok eladó ingatlanból szeretné kiválasztani neki a legmegfelelőbbet, annak fontos, hogy jó információkat kapjon, sokat kapjon, és úgy válassza ki azt a néhányat, amit meg akar nézni. Ugye ezt mindig elmondjuk, de időnként érdemes elővenni témának, majd talán legközelebb, hogy miért is érdemes bizonyos helyzetekben, így aztán az ingatlan vásárlásnál is szakértőhöz fordulni, mert azért nagy buktatói vannak sokszor, hogy ha nem teszi meg ezt valaki, tehát, hogy megéritek a pénzeteket, hogy apukám szokta mondani. Reméljük. Most kiemelten fontos ez a dolog egyébként, pont azért, mert viszonylag kevés kereső vagy vevő van a piacon, és abból a kevés vevőből kellene megtalálni egy eladónak azt, hogy na most akkor el tudja adni megfelelő áron, megfelelő körülményekkel az ingatlanát. Hogy látod most az új lakás ingatlan piacot? Mert ugye nagyon sok új lakás indult el Mosonmagyaróváron, tehát nagyon sok beruházás indult el. Ezek megrekedtek-e, vagy viszik-e tovább? Mert ha valaki belevágott még annak a megépítésébe, azt végig kell, hogy vigye, mert különben akkor még nagyobb bukta van. Így van, azt végig kell, hogy ugye, és most is van a piacon olyan új építésű lakás, amelyik már elkészült, vagy hamarosan elkészül, és nem került eladásra.
Ilyenkor a beruházók egyébként általában befejezik ezeket a lakásokat, nem fűtéskészen, hanem kulcsra készen kínálják, vagy kivárnak az értékesítésével. De valóban úgy van, hogy új projektek viszonylag kevés indult a városban. A nagy beruházók azok fel tudják ezt vállalni, hogy esetlegesen lassabb lesz az értékesítési idő. Kicsit beragadnak azok a lakások. És persze vannak népszerű projektek most is. Ott is volt visszaesés az értékesítésekben, de a mi lokációban műszakilag egy jó, jól kitalált projekt, azokban azt gondolom, hogy ott még mindig van kereslet, ami kevésbé jó, esetleg nem olyan helyen van, vagy nem olyan műszaki tartalommal rendelkezik, ott szinte teljesen visszaesett az érdeklődés. Ugye azt mondtuk is, hogy a hely az mindig nagyon meghatározó, akármilyen települést nézünk, jó, nyilván nem egy kis falu, de hogyha már városról van szó, az fontos, hogy milyen helyen, milyen környéken helyezkedik el. Hogy látod a bérleti piacot? Ugye, hogyha megnézzük, sokan azt mondják, hogy egy kicsit visszavettek a bérlők az igényekből. Tehát azt mondja, hogy muszáj bérelnem, mert ha egyszer muszáj, akkor nem tudok más csinálni. De azok a nagy igények, amik eddig voltak, hogy most ekkora a lakás legyen, vagy akkora ház legyen, ez legyen hozzá, két garázs, nem tudom én, hogy abból egy kicsit mi is Mosonmagyaróváron visszaveszünk, vagy mi még ott nem tartunk, mint a budapestiek? Mosonmagyaróváron a bérleti piac az mindig is inkább kereső oldalon volt erős, és kínálati oldalon gyenge volt. És most, hogy ugye kevesebben tudnak vásárolni, de lakni kell valahol, elköltözni a szülőktől már szeretnénk, családot alapítani szeretnénk, de még nem tudunk vásárolni. Ezért ilyen szempontból is nagyobb lett az igény a kiadó ingatlanokra. Azt most is elmondhatjuk, hogy kertesházból, vagy olyan nagyobb kiadó ingatlanból, ami mondjuk egy családnak megfelelő, abból viszonylag kevés van a piacon. A kisebb lakásokból változik. Azt is látjuk, hogy nagyon sokat emelkedtek a bérleti díjak, és lehet, hogy még egy pici van benne, tehát egy 5-10%-os emelkedés meg mindig. Tehát azt mondod, hogy még mindig tudnak ezen hova tornászni, mert így is óriási a kiadási. A bérleti piacot jobban befolyásolja az infláció, mint az eladói piacot, és ez gyorsabban is megjelenik, ez az egyik része. A másik része meg egy picit a múltra visszatekintve, hogy az ingatlanok ára jelentősen növekedtek, és ugyanakkor abban a pillanatban nem növekedtek a bérleti díjak, hanem egy másfél év lemaradásban követik ezeket. Aki befektetésnek vásárol ingatlan, természetesen van egy kalkuláció, hogy mikor térüljön meg, ezt visszaosztva kijön a bérleti díj havonta, és oda fogja kalibrálni. Használt lakáspiac? Az így, hogy viszonyul az új lakáspiachoz most? Használt lakáspiacon a lakásokra elmondhatjuk, hogy talán most az ősz kezdetével egy picit erősebb lett a kereslet. Néhány befektető vissza is tért az ingatlan piacra. Ők magyar befektetők, vagy külföldiek? Mert azért itt is nagyon sok volt a külföldi nálunk, Mosonmagyaróváron. Igen, itt jellemzően most a magyar és inkább a helyi befektetőkre gondolok, akik mondjuk egy új építésű lakásba nem tudnak, vagy nem akarnak beruházni, de mondjuk egy alacsonyabb áron lévő, kisebb négyzetméterű lakásba be tudnak ruházni, és nem csak a kiadásra gondolva, hanem majd esetleg a gyerekekre gondolva, hogy kinek milyen lakás lesz megfelelő, hogyha felnő. Tehát akkor már tovább gondolják itt a történeteket. Hogy látod a hitelpiacot? Mert ugye ez is nagyon pörgette egy időben mind az új lakáspiacot, mint a használt lakáspiacot, tehát nagyon kedvező hitelezési lehetőségek voltak, családtámogatási rendszereket is ide gondolnám én, mert azok is nagyon megpörgették. Volt egy erőteljesebb gazdasági jólétünk. Tehát most ezt hogy látod? Mert a gazdasági jólétünk az most a békafeneke alá tart, azt szerintem sokan érezzük. Igen, a hitelezési piac ugyanez, tehát hogy ezért is egyébként ezt tartja fenn alapjába véve az ingatlan piacnak a lendületét. Van természetesen egy normális stagnálás, ami bármilyen körülmények között megtörténik, de a hitelpiac és a befektetői piac tartja fenn a forgását és az igazából lendületes mozgását. Nagyon reménykedünk benne, hogy jövő évben még jelentősen fognak csökkenni a kamatok, és azt gondolom, hogy ha akár ilyen 5% környékére le tudnak menni a bankok fix kamatozásba, akkor ott szintén megindulhatnak azok az emberek, akik eddig azt mondták, hogy még nem fontos elindulnunk, kicsit várjunk, akkor azért az a
hát ha nem is tömegnek nevezném, de az a sok-sok gondolkodó, aki ebbe gondolkodik, az bekerülhet az ingatlan piacra. Tehát az már egy olyan százalék, ami vállalható. Igen, akkor a jelenlegi sok eladó ingatlanból számítani lehet rá, hogy lesz rá érdeklődés és előbb-utóbb adásvétel is. Családtámogatási rendszerekről mit hallani, Zoli, hogy... Családtámogatási rendszerek, ugye most lesz egy nagy változás. Igen, azért is kérdezem tőled, hogy mit tudsz. A jelenlegi csok az kivezetésre kerül. Erre néhányan megmozdultak azért, tehát akik ezt a rendszert már meglévő gyerekkel, vagy esetleg nem házasok, vagy egyedül élők elindították. Sőt, van akinek, még hogyha most születik gyerkőc, annak is jobban megéri a jelenlegi csokot igénybe venni, mondjuk a jövő évre tervezettet. Amiről még részletszabályok nincsenek, úgyhogy néhány információnk van. Egy elemzés szerint a jelenleg csokot igénylőknek az egy negyede fogja jövőre tudni igénybe venni ezt az új csokot, egy másik elemzés szerint pedig bizonyos kategóriában fellendülés hozzat, akár a falusi csok és a csok plusznak a kombinálásával olyan helyeken, ahol eddig nem volt ennyire népszerű ez a támogatási rendszer. Tudom, hogy nagyon nehéz prognosztizálni, mert a mai világban nagyon nehéz, tehát bármikor bármi történhet, kitör egy háború, vagy jön egy betegség hullám, bármi, tehát ezt megtapasztaltuk az elmúlt években, de te mégis mit jósolsz így az elkövetkező egy évre, hogy alakul majd az ingatlan piac? Szerintem egy mondat az sokat mondó lehet, hogy csak jobb jöhet. Tehát én azt gondolom, hogy ez sem mehet a végtelenségig, hogy kivárunk és nem lépünk. Természetesen kellenek ezek a láncolatok, hogy elinduljanak, kell az, hogy a befektetők jobban visszatérjenek a piacra, de az a idei évnek mondjuk az évelejétől tartó, szeptember-októberig tartó időszaka, az nagyon gyenge volt, tegyük hozzá. És azt gondolom, hogy ez már lejjebb nem megy. Azt nem tudom, hogy mikor fog felfelé ívelni, vagy mikor indul meg, és azt is tudni kell, hogy ez lassan fog történni, tehát nem egyik pillanatra a másikra, nem úgy, mint a Covid-nak az első lezárásánál, hogy két hónapig nem ment senki sehova, és nem történt semmi, és utána pedig nyárra rázódult a piac, az a sok érdeklődő. Itt egy lassabb folyamatról beszélhetünk biztosan. Hát azt hiszem, hogy lesz egy-két téma megint már most előre. Mindegy, előjáróban, hogy amikről beszélgetni tudunk majd, hiszen ez az új hitelezési, illetve ez az új családtámogatási rendszer is mindenképpen majd egy beszédtémát indikál. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, kitartás még így az év végére. És a vásárlóknak jó vásárlást, a vevőknek meg jó, nem fordítva, a vásárlóknak jó vásárlást, az eladóknak pedig jó eladást kívánunk, mindenki találja meg a számításait, azt kívánjuk nekik. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!